nagyon vártam már, hogy elkezdjük a felkészülést. Ugye egy kicsit a tavalyi szezon későn végeztünk, tehát így a most hétfőn kezdtük, július 12-én. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült az NB1-be a feljutás, úgyhogy így most abszolút sokkal nagyobb lelkesedéssel tudok nekivágni ennek a szezonnak. Régi vágyunk volt ez csapatszinten is, igazából úgy gondolom, hogy mindenki ezért van itt, úgyhogy én is nagyon örülök ennek. Mindenki nagyon motiváltan tért vissza a szünetről, így mint az edzőstáb is, mi is nagyon motiváltak vagyunk, és nagyon várjuk már a mérkőzéseket. Hogy tértek vissza a lányok a szünetről? Nagyon jó eredményeket sikerült produkálniuk. Picit azért meg is lepődtünk, hogy ilyen szinten oda tudták magukat tenni, de nyilván a játékosok is azért jóval motiváltabbak, mint ugye az NB2-ben, vagy ez egy abszolút plusz töltetet adott nekik, hogy akkor egy osztályjal feljebb játszhatnak. Mindenképpen húzó embereket szerettünk volna ideigazolni, akik egy kis rutint bele tudnak vinni a csapatjátékunkba, mert még mindig nagyon fiatal keretünk lesz. Tehát szükségünk volt a tengelyt megerősíteni idősebb, rutinosabb játékosokkal, akiket sikerült is leigazolnunk, akit szerettünk volna, úgyhogy mindenképp jó teljesítményt várok tőlük. Mindig jó, ha van egy konkurens a poszton. Szerintem Ez elég motiváló lehet, nekem biztosan az, úgyhogy én meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy az edző úgy döntsön, hogy én maradjak a kezdőben. Most van ugye 5 hetünk az első bajnoki mérkőzés, tehát bőven van időnk arra, hogy egy kicsit összecsiszoljuk a csapatot. Egyelőre nem igazán tudjuk, hogy mi lesz elég, amit jelenleg tudunk, de én úgy gondolom, hogy a csapategységünk jó. Jó lesz a csapat munkamorálja is, és eddig is jól dolgoztak a lányok, tehát ezzel a munkamorállal sokra vihetjük, és majd az első pár forduló után meglátjuk, hogy az eredményekben is hogy mutatkozik meg.